és azt tervezzük, hogy az idei év végére 7000 milliárd forintnyi pályázat lesz kiírva. Jövő márciusban pedig az összes pályázat ki lesz írva. Ez praktikusan azt jelenti, hogy az idén a pályáztatás éve folyik, jövőre pedig a EU-s források kifizetésének éve lesz Magyarországon. Ha ezt a tempót tudja tartani, akkor reális az esélye arra, hogy az Európai Uniós forrásokat 2018-ban leköti, 2017-ben leköti, megkezdi a lehívást, és 18-19-ben be is fejezi az Európai Uniós forrásoknak a teljes lehívását, ami teljesen más jellegű pálya ahhoz képest, ami 2007 és 2013 között volt. Szeretném azt is elmondani, hogy most alkalom nyílt arra, hogy az Európai Bizottság dokumentumait áttekintsük, és abból világosan látszik, hogy a június és szeptemberi adatok szerint Magyarország élen jár a támogatott országok közül, hatodikak vagyunk, csak nyugat-európai ország, olyan ország, aki sokkal kevesebbet kap, mint mi, előz meg bennünket. A V4-ek közül pedig messze az első helyen állunk, a kötelezettségvállalás, a kifizetés és a pályázatok kiírása tekintetében is. Ezek objektív számok, nem kell minősíteni a kormánynak. Egy rövid áttekintést és tájékoztatást adtam erről. Persze fölhívva a minisztertársaim figyelmét arról, hogy például az Emberi Erőforrás Minisztériumban, vagy bizonyos területeken a Gazdasági Minisztériumban, vagy a vidékfejlesztés területén újabb forrás kiírásokra van szükség még az év hátralévő részében, tehát a következő négy évben újabb pályázatok megjelenésével kell számolni, arra kell számolni, hogy pályázati döntések születnek, tehát kötelezettséget vállalunk, nyerteseket hirdetünk, és most 1100 milliárd forintnál tart a kifizetés, tehát szeptember végéig 1100 milliárdot fizettünk ki, ezt pedig 1600-ra visszük fel az év végére, még 500 milliárdot fizetünk ki. A brüsszeli megbeszélésen Margóján jelezte az Európai Bizottság számára, hogy az aszfalt ügyet lezárta. Ez Magyarország számára jelentős 170 milliárd forintnyi utalást jelentett, 70 a pénzt megkaptuk, tehát a mögöttünk hagyott 170-170 milliárd forintot kapott Magyarország. 49 milliárdos korrekciót kell megejtenünk, ami azt jelenti, hogy ez a keret nem veszik el, hanem ezt a pénzt sikerült megmentenünk a tárgyalások eredményeképpen, és más Európai Uniós projektekre föl tudjuk használni. Természetesen vannak vitáink az Európai Bizottsággal továbbra is, például, hogy a közbeszerzési eljárások kapcsán milyen szempontok vehetőek figyelembe még az ár mellett. Ugye eddig olyan közbeszerzési rendszere volt Magyarországnak, hogy amikor közpénzt költött, akkor a legfontosabb szempont, hogy a legolcsóbb ajánlatot válasszuk ki a közpénz elköltése kapcsán. Az Európai Unió új irányelve szerint nem csak az ár számít, hanem más szempontok is, például a környezetre gyakorolt hatása egy beruházás megvalósításának, milyen messziről kell hozni az aszfaltot, és a közben elfogyasztott üzemanyag milyen környezetkárokat okoz. Például mondjak, erre keresünk jó megoldásokat az Európai Bizottsággal közösen. Nehéz, de konstruktív tárgyalásaink voltak. Nyilván vannak a magyar rendszerrel kapcsolatban is észrevételek. A konstruktivitás az jelzi, hogy minden ügyben megállapodásra törekszik Magyarország. Készek vagyunk a magyar fejlesztési politikai rendszert is az Európai Bizottság kontrolljának nem csak alávetni, hanem módosítani is készek vagyunk. Tehát arra számítok, hogy konstruktív és nehéz tárgyalások folytatódnak majd. A lényeg az, hogy a pénzek lehívásával meggyőződésem szerint a 7 és 14-es ciklushoz képest, a V4-hez képest, környékbeli országhoz képest, sőt az európai államokhoz képest Magyarország most az élen jár. Elsősorban a pályázat fölkészültségének köszönhetően és a pályázatok végig gondoltságának köszönhetően, amiben a Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamarának, a KAMOSZ-nak és más érdekképviseleteknek döntő szerepe volt, hiszen most nem az állam mondja meg, hogy mire lehet pályázni, hanem társadalmi egyeztetések után alakítjuk ki a pályázatokat. Ezért van az, hogy ma a kiírt pályázatok iránt az érdeklődés 5-szörös, 6-szörös vagy 10-szeres, nincs olyan pályázat a jelen pillanatban Magyarországnak, amire ne érdeklődnének a vállalkozók, vagy adott esetben a pályázók. Ezekről adtam egy átlagítást. Holnapi napon be fogjuk küldeni a közbeszerzési törvény módosítását. Ez három dolgot fog jelenteni. Egyrésztről szigorúbb lesz a közbeszerzési törvény az eddigieknél. Másrésztről egyszerűbb lesz a közbeszerzési eljárás, és gyorsabb lesz a közbeszerzési eljárás, a induló pályázatoknak az elbírálása. A szigorú eljárásra legadekváltabb példa, hogy aki a közbeszerzési eljárás szabályait megszegi, az automatikusan 90 napra kizárja magát a következő közbeszerzésekből. Tehát akik jogerősen a közbeszerzési törvény megsértése miatt elmarasztanak, az 90 napig újabb közbeszerzésen nem indulhat. Ez a folyamatban lévő ügyekre is vonatkozik. Úgy látom, hogy jó néhány vállalkozásnak lesz problémája, de nagyon fontosnak tartom, hogy szigorításra kerüljön sor. Azt is fontosnak gondolom, hogy a verseny
jelentősebb legyen Magyarországon. Itt nem csak a sajtó, hanem az Európai Bizottság is kifogásolta, hogy Magyarországon bizonyos esetekben a földközbeszerzési földhívásokra egy pályázat jelentkezik. Ugye ezt a közgép esetében nagyon sokszor kifogásolták az elmúlt évtizedben. Nagyon sok ilyen esetről, illetve sajtó nyilvánosságot is megjárt, úgyhogy pontosan tudunk. Mi most olyan közbeszerzési törvényt készítünk elő, amely arról szól, hogy hogyan lehet a versenyt fokozni. Arra fogunk törekedni, hogy minél több ajánlat érkezzen be, és amennyiben nincs megfelelő mennyiségű ajánlat, akkor ez akár a közbeszerzési eljárás érvénytelenségét is igénybe fogja venni, illetve azt is érvénytelen lesz a közbeszerzési eljárás. Azt is szeretném elmondani, hogy a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozók szempontjait fogjuk védeni. Tehát ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy a magyar alvállalkozók kifizetésre kerüljenek a beruházások kapcsán, és lánctartozások ne alakulhassanak ki. A közbeszerzési értékhatárokat fölvizsgáljuk, de azt be fogjuk vezetni, hogy három ajánlatot kell kérni még a közbeszerzési értékhatár alatt is. Annak érdekében, hogy átlátható és a közpénzek szempontjából elszámoltatható rendszerre kerüljön sor. Március óta zajlik a közbeszerzési törvény módosításának előkészítése. Túl vagyunk 6 körből álló egyeztetésen, 80 társadalmi szervezettel egyeztettünk ezekkel az alkalmakkal. Közbeszerzési kerekasztal alakult, amiben igyekeztünk az összes piaci szereplő állami pénzből használó szempontjait mérlegelni a módosítás kapcsán. A kormány megtárgyalta az adótörvények módosításával kapcsolatos gazdasági minisztériumi javaslatot. Arról tudok beszámolni, amiben már döntés született, a vita folytatódik majd. Az egyes pont, hogy az adóbürokrácia csökkentését folytatni kell, ezért az adóbürokrácia csökkentéssel kapcsolatos gazdasági minisztériumi javaslatokat elfogadta a kormány. Ez úgy gondolom, hogy bizonyos csoportoknál érezhető pozitív változást jelent a jövő év kezdetén már. Az erre vonatkozó törvényi javaslatot be fogja terjeszteni egyébként a minisztérium még a héten várhatóan az országban. A kormány döntött arról is, hogy a kata szabályait megváltoztatja, ugye ez egy speciális adózási forma, és itt a kedvezmények jelentősen nőni fognak január 1-től, összegszerűségben egyelőre nem bocsátkoznék, de ez is rövidesen ki fog derülni. Arról is döntött a kormány, hogy a gazdasági miniszter megbízza azzal, hogy a gazdasági szereplőkkel folytassa a tárgyalásokat, a munkaadókkal és a munkavállalókkal, annak áttekintése céljából, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben milyen lépésekre van szükség, és milyen lépéseket tesz lehetővé a gazdasági és a pénzügyi helyzetük. Arra gondolok, hogy a járulékcsökkentés, adócsökkentés, béremelés kérdése hosszú hónapok óta napirenden van. Ez nagyon fontos, hogy értelmesen és alaposan legyen kitárgyalva. Ezért a gazdasági miniszternek arra van mandátuma, hogy a társadalmi partnerekkel egyeztetéseket kezdjen ezeknek a lépéseknek a megtétele előtt. Hogyan lehet a magyar gazdaság számára újabb és újabb támogatásokat biztosítani az adópolitika és a járulékpolitika segítségével, és hogyan lehet ennek kapcsán egy megállapodást létrehozni a munkaadói és a munkavállalói oldal, valamint a kormány között. Ezek a jelenlegi gazdasági adatai mellett nagy ívű és nagy jelentőségű a magyar gazdaság életét évtizedekre befolyásoló lépések lehetnek. A gazdasági miniszter ezeket a tárgyalásokat a kormány felhatalmazása alapján kezdi meg a következő időszakban. Egyébként ez egy hosszú, másfél órás vita volt a kormányülés menetében. A kormány megtárgyalta a köztársasági elnök által visszaküldött villamos energiáról szóló 2007 évi 46-os törvény módosításával kapcsolatos javaslatot. Ugye a köztársaság elnök nem írta alá ezt a országgyűlés által elfogadott törvényt, mondván, hogy a párizsi klímacsúcs eredményeit és Magyarország energia tervét veszélyeztető lépés az, hogyha érdemben korlátozzuk a szélerőművek létesítésére vonatkozó szabályokat. Ugye Magyarország a 2016-os év második felében elfogadta a párizsi klímacsúcs célkitűzéseit. Meggyőződésünk szerint szélerőművek nélkül is ezt képes vagyunk teljesíteni, mint ahogy a 2010 és 20 közötti energiastratégiánk teljesítéséhez a napenergia igénybevétele is megfelelő mennyiségű és minőségű lehet. Tehát a
kormány nem ért egyet a köztársasági elnök úr álláspontjával, az országgyűlésnek kisebb módosításokkal újra előterjeszti a törvényt, és a kormány tájékoztatni fogja az álláspontjáról a köztársasági elnököt. Két dolgot szeretnék javatékkal aláhúzni. A szélerőművek létesítésével vagy létesítésének korlátozásával kapcsolatban hosszú vita zajlott a Fidesz és a KDNP frakciójában, a kormányzaton belül és ágazati szakértőkkel. Tehát ez nem egy kapkodás eredménye. Két szempontot vett figyelembe a kormány javatékkal. Az egyik, hogy ezek az új szélerőművek, ezek a több tíz méter magasságú létesítmények, ezek milyen hatást gyakorolnak a környezetre, milyen ökológiai következménye van annak, hogyha ilyen szélerőmű parkok jelentős mértékben létesülnek. Az elmúlt két esztendőben Németországban egy komoly zöld fordulat, egy komoly fordulat zajlott tartományi szinten, számos olyan tartományi szabályt néztünk át, ahol a tartományok korlátozták, sőt bizonyos területeken fölfüggesztették az újabb szélerőművek létesítését a települési önkormányzatok tiltakozására. Ennek Németországban már komoly joganyaga van, ennek a joganyag tanulmányozása után a kormány óvatosságról döntött. Tehát a kormány álláspontja nem elutasítva a szélerőműveket illetően, csak óvatos. Szeretnék megnézni, hogy a német szabályozás hova alakul, szeretnék megnézni, hogy a német önkormányzatok, a német lakosság, a német civil szféra és a német tartományok törvényhozása hogyan szabályozza újra a szélerőművek létesítésével kapcsolatos joganyagot. Ez jelen pillanatban zajlik Németországban, egy sláger téma, hiszen ennek vannak láthatóan ökológiai következményei, a zöld környezetre érdemi hatást gyakorolnak a szélerőmű parkok, másrésztről vannak gazdasági következményei. Magyarországon egy kilowatt ára a lakosság számára 38 forint, amikor önök a lakásaiban kifizetik az áramfogyasztást, akkor 38 forintot fizetnek ezért, Németországban ez 82. Ez óriási állami szubvenció mellett lehetséges, és például a kokáért, aki szélerőmű parkot létesít, az jogosult arra, hogy amennyiben nincs szél és áll a park, akkor állami kártérítést kapjon. Csak 100 országban, azt hiszem a 100 tartományban 293 millió eurónyi kártanítást kellett kifizetni 2016-ban azért, mert nem volt megfelelő mennyiségű és minőségű szél. Azért Magyarországnak azt is felül kell vizsgálnia, hogy a magyar természeti adottságok adott esetben európai jogi környezetben mit tesznek lehetővé. Van-e megfelelő minőségű szél, és hogyha nincs megfelelő minőségű szél, akkor a szélerőműparkok tulajdonosait kell-e kártalanítani széldiány esetén, az erőmű állása esetén, illetve a hálózatra terhelt ingadozás milyen következményekkel jár. Azt szeretném jelezni, hogy a köztársasági elnök úrnak válaszolni fogunk az észrevételeire tételesen. Ezzel együtt újra javasoljuk az országgyűlésnek, hogy a magyar álláspont óvatos legyen és kiváló, és azt kérjük a törvényhozástól, hogy a visszaküldés ellenére hagyja jóvá újra törni. A kormány áttekintette a büntetőeljárásról szóló új törvényjavaslatot. Trócsányi László igazsági miniszter úr arra tesz javaslatot, hogy Magyarországnak új büntetőeljárási kódexe legyen. Ezt első olvasatban a kormány megtárgyalta, a koncepcióját jóvá hagyta. Öt párti egyeztetéseket tartunk szükségesnek. Először azonban a stratégiai kabinet fogja megtárgyalni az előterjesztést, majd újabb kormányülés következik. 1998-ban 80 alkalommal került sor a büntetőeljárási kódex módosítására, ami jól mutatja, hogy nagyobb stabilitásra van szükség. A módosítások hatására az ügyek elbírálásának időtartama nem csökkent, hanem jelentősen nőtt, messze egy évnél túl van, 380-390 nap körül van az átlagos ügyintézés határideje a korábbi időszakkal szemben, egy 10-20%-os növekedés tapasztalható, tehát azt lehet látni, hogy megérett az idő és a helyzet a büntetőeljárási kódex újraalkotására, egy hosszú kodifikációs előkészítő munka, számos társadalmi egyeztetés és a különböző hatóságok, a várthatóság például és az igazsági minisztérium közötti egyeztetés előzte meg a büntetőeljárási törvény parlament elé kerülését, ami közigazgatási államtitkári egyeztetésen már jár, most szakpolitikai egyeztetések és politikai egyeztetések következnek, mindenféleképpen az ötpárti egyeztetést pontosan gondoljuk. A kormány megtárgyalta az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárását Magyarországgal szemben a földforgalmi törvény ügyében. Az Európai Bizottság a földforgalom korlátozása és a földdel való kereskedelem korlátozása miatt több országgal szemben, közép európai országokkal szemben indított kötelezettségszegési eljárást. Mi most erre a levélre, amit az Európai Bizottság küldött november 15-ig fogunk válaszolni. Az Igazsági Minisztérium, a Földművelési Minisztérium és a Miniszterelnökség fogja Magyarország brüsszeli állandó képviseletével közösen kidolgozni a választ. Ami világosan látszik, hogy az Európai Unió
dolgot akar, Magyarországon külföldiek is tudjanak korlátozó földet szerezni, és jogi személyek is tudjanak korlátozás nélkül földet vásárolni. Ez a két legfontosabb csapás, amit a magyar földforgalmi rendszer és törvénynek kívánunk Brüsszelben mérni. Meggyőződésünk szerint a bírói út elkerülhetetlen, tehát ez az Európai Bíróságra fog kerülni az ügy, mivel mi természetesen nem kívánunk engedni, mi meg akarjuk akadályozni a külföldiek magyarországi földszerzését, és azt is meg akarjuk akadályozni, hogy jogi személyek földet vásárolhassanak Magyarországon. Tárgyalásra nincs lehetőség az Európai Bizottsággal, tekintettel arra, hogy elzárkóznak minden érdemi magyar javaslattól, ezért meggyőződésünk szerint a kötelezettségszegési eljárásban adott válaszunk is konzekvensen kell kövesse a magyar alkotmányos rendszerből, illetve a kétharmados törvényekben védett földforgalmi rendszerből következő elveket, vagy abban megfogalmazott elveket. A kormány még több pereségnek az állását és a beruházásnak az állását is áttekintette. Ezek voltak a kormányzati ügyek, remélem, hogy nem adtam még semmit, ami fontos, de úgyis bízhatunk abban, hogy önök erre rá fogunk kérdezni. Most a gazdasági kabinet néhány ügyéről szeretnék tájékoztatást adni. A gazdasági kabinet meghallgatta a honvédelmi miniszter előterjesztését a magyar honvédség létszámának növelésében. Várhatóan 2000 fővel kívánja a honvédség létszámát növelni a kormány. Ennek a részletes egyeztetései folyamatban vannak, tehát a magyar kormány olyan döntés előtt áll, amely döntés értelmében a magyar honvédség, a magyar hadsereg létszáma 2000 fővel növekszik. A kormány elvárása, hogy a legénységi állomány létszáma növekedjen jelentős mértékben, és a jelenleg is létszámhiánnyal küzdő honvédség létszáma érdemben módosuljon, érdemben növekedjen. A kormány megtárgyalta azt is, hogyha Magyarországon állami tulajdonban lévő közparkot önkormányzati tulajdonban kíván venni egy város vagy egy község, és vállalja, hogy ezt parkként működteti, tehát közcél érdekében használja, és nem ingatlan beruházás megvalósítása érdekében, akkor ezeket a közparkokat állami tulajdonban látjuk önkormányzati tulajdonban. Kb. 40 ilyen kérelemről döntött a gazdasági kabinet, amit a kormány jóval vagy. Egyébként a gazdasági kabinet és a stratégiai kabinet összesen 103 előterjesztést fogadott el, ezeket tegnap a kormány jóval is hagyta. A kormány döntött a gazdasági kabinet javaslatára például az egyes foglalkoztatási tervi törvények módosításáról, és döntött arról is, hogy az államháztartási törvényt is módosítani fogjuk. A kormány a gazdasági kabinet döntése alapján hozzájárult önkormányzatok adósságok keretkeztető hitelfelvételéhez és önkormányzati társaságok hitelfelvételéhez is. A kormány jóváhagyta a belügyminisztérium javaslatát a gazdasági kabinet ülésén, amely egy új egységes szakértői intézetet hoz létre a belügyminisztérium keretei között. Ez az igazságügyminisztérium és a belügyminisztérium által korábban felügyelt igazságügyi szakértői intézetek összevonását jelenti. A gazdasági kabinet döntött arról, hogy milyen finanszírozási feltételekkel veszük át a hívat a fővárostól. Sikerült megállapodásra jutni, és sikerült lezárni a tárgyalásokat. A hív átkerül a fővárostól az államhoz. Az állam egy gazdasági társaságon keresztül a MÁV segítségével fogja működtetni. Ennek a pénzügyi feltételére is sikerült érdemi megoldást találnunk. A kormány kiemelten támogatja a gazdasági kabinet javaslatára a határon túli magyar településeken felállított első világháborús emlékművek helyrehozását a 100 éves jubileumi évforduló kapcsán. Több nagy befektető magyarországi beruházását támogatta a gazdasági kabinet. Döntöttünk arról, hogy január 1-ével milyen feltételek mellett szűnik meg a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal több részre válik szét jogutóddal. A kifizető ügynökség a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatalból, aki az agrártámogatásokat és más támogatásokat fizet ki, az a magyar államkincstár része lesz január 1-ével. A vidékfejlesztési program pályázati rendszer bonyolítását és a vidékfejlesztési program tartalmi részét bonyolító része az MDH-nak kerül a vidékfejlesztési államtitkársághoz és a Földművelési Minisztériumhoz az ottani szakpolitikai rész. A kormányhivatalok pedig a megyei vidékfejlesztési hivatalokat fogják integrálni. Ennek a menetét és a szétbontását beszéltük végig.
Ennek érdekében, hogy ez gyorsan menjen, a miniszterelnök döntése alapján a tegnapi naptól a mezőgazdaság és vidékfejlesztési hivatal miniszteri felügyelet lefordulási minisztertől átkerül hozzám. Annak érdekében, hogy a következő két hónapban a jogszabályok előkészítése és a szervezet szétbontása megfelelően történjen meg. Az Európai Bizottsággal az egyeztetések lezárultak, és az Európai Bizottság jóváhagyta az MVH átalakítását. Azt várjuk ettől, hogy gyorsabb legyen az ügyintézés, jobb legyen az ügyintézés, kisebb legyen a bürokrácia, és akik agrártámogatásban részesülnek, azok azt érezzék, hogy a hivatalban értik, és nem ők a hivatalért. Még itt azt szeretném elmondani, hogy két miniszteri biztos fogunk kinevezni, az MVH újra struktúrálása és az államkincstár átszervezése érdekében. Szeretném azt elmondani önöknek, hogy lezárult a megyelési ménezgépot megvásárlása. Néhány napon belül kifizetjük a vételárat, 2,1 milliárdot fizetünk az ottani gazdasági társaságért, és november 8-ától a Magyar Állam tulajdonos a mezőgyesi ménezgépot a Kft.-nek, amiből a mintagazdaságot meg fogjuk szervezni. Tehát vett a Magyar Állam egy céget, amihez hozzárendeli az állami tulajdonban lévő 9000 hektárnyi földterületet, és november 8-ától állami mintagazdaságot szervezünk, reményeim szerint sikerrel és eredménnyel. Azok, akik korábban földbérleti jogot szereztek, illetve az árveréseken részletek mezőjegyesen, mint egy 1 milliárd forint kártalanításban részesülnek, méltányos és fair megoldás született, ezt a kormány jóváhagyta. Tehát a károsultak, a döntés miatti károsultak 1 milliárd forintot kapnak. A Nemzeti Kastély és Várprogramot is jóváhagyta a kormány. 19 kastély és 20 vár kerül felújításra turisztikai céllal. 45 milliárd forintot fogunk erre költeni a következő időszakban. A Virág Zsolt miniszteri biztos, aki a Nemzeti Kastély és Várprogramot felügyeli állásaitól rendelkezésére annak érdekében, hogy ennek a részleteiről érdemi tájékoztatást adja az önök számára. Ez volt néhány olyan idő, amit a gazdasági kabinet többek mellett megtárgyalt. A stratégiai kabinet megtárgyalta a rendőrségről szóló törvényjavaslatát, és az országgyűlésnek javasolja beterjeszteni, mint a Magyar Honvédségről szóló, mint egy tucatnyi törvény módosítását is. A többpárti egyeztetések szükségesek, természetesen fontosnak tartjuk. Ezért ez is meg a parlament előtt. A honvédelmi sportszövetséget hoz létre a magyar kormány, ezt javasolja az országgyűlésnek. Egy országos köztestület felállításával a honvédelmi sportszövetség létrehozását javasoljuk. Ennek a törvénynek a beterjesztéséről is döntöttünk Simicsko István miniszter javaslata alapján. A magyar kormány döntött arról, hogy módosítani kívánja a szőlőtermesztésről és borgazdálkodással kapcsolatos és a hegytisztségekről szóló törvényt, ezt is jóváhagytuk. Módosul a külképviseletekről és tartós külszolgálatról szóló törvény. A jogi segítségnyújtás, illetve a civil szervezetek és cégek nyilvántartásával kapcsolatos, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény is módosul majd. Érdemben fog változni az építésügyi eljárás. A Magyarország kormánya megvizsgálta, hogy a előzetes engedélyezés eltörlése milyen következményekkel és milyen hatással jár. Ezért úgy döntöttünk, hogy nem csak új épületek esetén tekintünk el az építési engedélytől, hanem bővítés és hozzáépítés vagy ráépítés esetén is. 13 ezer olyan építési bejelentés érkezett, ahol már nem kellett építési engedélyt kérni. Ez egy nagyon nagy szám, az elmúlt években 6-7 ezer építés volt Magyarországon, amely az új lakásokra vonatkozik, új házakra vonatkozik. Most a magyar kormány javaslata az országgyűlés számára, hogyha valaki átalakítja a házát, kibővíti a házát, hozzáépít, beépíti a tetőteret, akkor se kelljen építési engedélyt kérni, hanem egyoldalú bejelentéssel ezt meg lehessen valósítani. A magyar kormány megtárgyalta a Magyar Katolikus Egyház és a Magyar Református Egyházak fejlesztési elképzelésével kapcsolatos jelentést, amit Balogh Zoltán miniszter úrral készítettünk, ez egy 150 milliárd forintos fejlesztési projekt. A következő hetekben dönt a kormány ennek a programnak a finanszírozásával. A stratégiai kabinet meghallgatta a Földet a gazdákat programmal kapcsolatos zárójelentést. A helyzet az, hogy mintegy 200 ezer hektár földterület értékesítésére került sor, 270 milliárd forint értékben. Ez 1,4 millió forintos átlagvételárat jelent, és mintegy 30 ezer új földtulajdonos lesz ezáltal, illetve 30 ezer emberhez jut a föld. Szeretném elmondani, hogy a föld értékesítésekben a
bejegyzések folyamatosak a földi hataloknál, az adásvételi szerződések megkötése zajlik és a pénzbefizetése folyik. 270 milliárd forintnál el szeretném a szünetnek mondani, hogy az előzetes beszélésekkel szemben nem hitelből folyik a finanszírozás. A 270 milliárd forintból a mi beszéléseink szerint kb. 130-140 milliárd forintot vett fel a hitelként a vásárló közösség, és a másik 130-140 milliárd forintot pedig saját zsebből hitel nélkül fizetik be azok a gazdák, akik földet vásárolnak. A kormány megtárgyalta az ÖDF és a Magyarország között fennálló per lehetséges kimenetelét. 107 millió eurót bukott Magyarország. Azt vizsgáltuk meg, hogy ennek a teljesítésére milyen feltételek mellett van lehetőség. A kormány a gazdasági és a stratégiai kabinet együttes javaslatára módosítani javasolja a fogyasztóvédelemről szóló törvényt, a vízközlekedés és a közlekedési tárgyú törvények módosítását is javasoljuk. A kormány egy törvényjavaslatot terjed be az országgyűlésnek a turizmus fejlesztéssel kapcsolatban. Két kiemelt turisztikai övezet fejlesztését már jóvá is hagyta a kormányzat, Sopron-Fertővidék és a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározását is megtettük. Sajnálom, hogy a kormányzat a képviselői kormányzat, mert úgy kérdezte ezt, és most tudtam volna érni, és reményeink szerint kielégítő választ adni a kérdésére. Itt két fejlesztési program részletes és alapos jóvállalására került sor, és az országgyűlésnek pedig annak a szervezeti formának a jóváhagyása a feladata, amiben ezt működtetni fogjuk sokan, Fertőtó és Balaton. A következő kormányüléseken megtárgyaljuk a további fejlesztési lehetőségeket. Az új turisztika, turizmus fejlesztés koncepció lényege, hogy Magyarország nem egyegységként 93.000 négyzetkilométerként fejlesztendő turisztikai célterület, hanem Magyarországon belül vannak olyan egységek, amelyekre kiemelt állami ösztönző rendszereket és figyelmet kell fordítani. Először a beruházások összehangolása, majd később a piaci kínálat összehangolása okán. Biztos, hogy Sopron és környéke ilyen, és a Balaton és környéke ilyen. Nyilván Budapest, a budapesti agglomeráció, Észak-Magyarország bizonyos térségei ugyanebben a sorban tartoznak. Körülbelül 2018-ig még 3-4, összesen 5-6 kiemelt desztináció meghatározására és fejlesztési elképzelésének jóváhagyására kerülhet sor. A stratégiai kabinet azt is megtárgyalta, hogy ha már turizmus és agrárió, akkor megtárgyaltuk azt a rendkívül bonyolult kérdést, hogy az út és a termőföld közötti állami tulajdonban lévő terület mitől gazos, nem ökológiai értelemben, hanem miért nincs az utak mellett a fű lenyírva. A stratégiai kabinet ilyen fontos és részkérdésekkel is foglalkozik. Hosszú vita bontakozott ki, hogy ez kinek a felelőssége. Úgy tűnik, hogy az állam felelőssége, és úgy tűnik, hogy keveset fordítunk az utak melletti területek kaszálására és karbantartására. Ezzel kapcsolatban egy érdemi és alapos vizsgálatra kerül sor. A stratégiai kabinet jóvá hagyta Magyarország kötött pályás közúti fejlesztésének koncepcióját 2016 és 2022 között. Szeretném elmondani, hogy 1200 milliárd forintból fog megvalósulni ez a program. 1200 milliárdot fogunk költeni a következő években vasútfejlesztésre, vasúti csomópontok fejlesztésére, vasúti szerelvények vásárlására. Ez több dolgot is jelent. Az 1200 milliárd például jelenti a Budapest Szászhalombatta közötti vasútvonal teljes korszerűsítését, jelenti a Dél-Balatoni és az Észak-Balatoni vasúthálózat korszerűsítését, jelenti a Budapest 60 vasútvonal korszerűsítését, jelenti 100 milliárd forint értékben új vasúti kocsik vásárlását, jelenti több csomópont korszerűsítést, ami a helyi tömegközlekedés, autóbusz, villamos, vasút összekapcsolását jelenti, például Miskolcon, Kaposváron, Egerben, Nyíregyházán, Debrecenben, Székesfehérváron, Bicskén. Jelenti még különböző kisebb vonalaknak a korszerűsítését is. Jelenti előváros vasút építését, például Szeged és Hódmezővásárhely között. Jelenti azt, hogy Szegeden egy új vidat építünk európai.